Megbeszéljük. A telefonnál Dávid Ferenc, a VOSZ, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! De nem ezért keresem, hanem azért, hogy megtudjam, hogy ön-e az a dr. Dávid Ferenc, aki a mai Népszabadságban írt egy cikket a Szomszédban Európa címmel, de nincs ott a neve alatt, hogy ön a VOSZ főtitkára. Én vagyok az, és valóban én is írtam ezt a cikket, és azért nem szóval szeretem. Nem bitorolja valaki a nevét. Hát Dávid Ferenc névvel azért sokan élnek és éltek. Nagy nevűek is, gondoljunk csak az erdélyi unitárius egyház alapítójára, a Tordai Vallás alapítóra, ő is Dávid Ferenc volt, de visszatérve a napjainkra, azért nem szerepel a munkahelyem, illetve a szövetség, amelynek a hivatal vezetője vagyok, mert én ezt nem egy szövetségi álláspontként, hanem teljesen magánemberként itt élő magyar állampolgárként írtam, és ezek a gondolatok jutottak eszembe az elmúlt időszakról, és ezt megpróbáltam papírra vetni. Ennyi. Na, a kérdésem úgy, az, igen, hogy miért? Mert az elmúlt hetekben nagyon kemény nyilatkozatai hangzottak el szóban, kemény írásai jelentek meg a lapokban, és ez elsősorban a takarékszövetkezetek erőszakos államosítása. Mellesleg most éppen zárójelben jegyzem meg, hogy egy tegnapi adat szerint a pénzügyi szféra, a bankszféra tavaly Magyarországon 180 milliárd forintos veszteséget könyvelt el, szóval a bankok az állandóan szidott és gyűlölt, és bőrük alatt is pénz van, bankok Magyarországon tavaly 180 milliárdot vesztettek, de a takarékszövetkezetek, amelyek olyan állítólagos óriási bajban voltak a kormány szerint, nyerességet könyvelhettek el. Na, zárójel bezárva, ha akar, majd kitér erre. Tehát miközben ön erről írt nagyon és beszélt nagyon keményen, az érthető érdekvédelmi feladat. Itt most megjelent egy közpolitikával, bizonyos értelemben nemzetközi politikával, Magyarország helyzetével foglalkozó nagyon kritikus cikk, olyan, mintha dr. Dávid Ferenc bedobta volna a kalapját a ringbe, hogy jövök én is, figyeljetek, csak nem politikai pályára készül. Hát akkor ez a cikket nem szabadott volna megírnom, hogyha önnek ilyen következtetései lehetnének, mert akkor másnak is lett. Eszem ágában nincsen, miután én azért elég régóta érdekképviseleti munkát végzek, és óhatatlanul érintkeznem kell a politika tényezőivel, képviselőivel. Hát, hogyha valahova nem akarok közel kerülni, na oda aztán biztos nem. Hát miért? Egy kis új szellő. Még csak viccből sem, főleg nézve azt, hogy hallgatva az önműsorát, és nézve nagyon sok tévéműsort, ahol politikai viták folynak, és most egyre jobban fognak új műsorok is, gyakorlatilag erre létrejönnek, azt kell mondanom, hogy ezt már nem volt időm, vagy nem volt lehetőségem leírni ebben a cikkben, hogy az is nagyon fáj, és nem a VOSZ főtitkáraként, hanem itt élő 58 éves állampolgárként, apaként, nagypapaként, hogy mindenről folyik a vita a politika terén. Az előző beszélgetésnél is ugye pártok belügyeit vitatták hosszan, ami nem baj egyébként, csak ennél sokkal fontosabb ügyek vannak. És én ezekből egy-kettőt próbáltam elmondani ebben az, leírni ebben a cikkben, ami megjelent a Népszabadságban, és az itt is megemlítettem, ha figyelmesen olvastál, persze, hogy figyelmesen olvasta, a takarékszövetkezeteket, a trafikügyet, a földpályázatok ügyét, egyáltalán az, hogy Magyarország, mint gazdasági egység, milyen picike Európában, milyen esendő, mennyire gyenge, ellentétben azzal a propagandával mindig hallunk, hogy Magyarország erős. Hogy lehet az az ország erős, vagy Európa közepén, amelyiknek az európai GDP-hez való hozzájárulása nem éri el az 1%-ot. Tehát én azt gondolom, de ebből persze benne van az is, hogy hol dolgozom, mert nyilvánvalóan rengeteg információt szerzek vállalkozóktól, nagyon sokat találkozok szakszervezeti vezetőkkel, nagyon sokat vagyok vidéken, vidéki emberekkel beszélgetek, de mégis azt mondom, amit itt leírtam, ez nem minősíthető egy szövetségi álláspontként. Itt egy jó rosszul képzett közgazdász körülbelül így ítéli meg a magyar helyzetet, aminek az egyik kulcsmondata véletlenszerűen éppen tegnap Tölgyesi Péter beszédében is elhangzott, az Inforádión adott egy hosszabb interjút, én nem hallottam, csak a sajtószemléket láttam. Ő is kimondta, én korábban szombat, amikor ezt a cikket írtam, ez szombat volt, hogy Magyarország elszigetelődik. Így van, tehát lényegében hasonló álláspontra jutottak. Nem beszéltünk össze, nem is ismerjük egymást személyesen,
Tehát én azt gondolom, hogy létrejön a Dávid Tölgyesi tengely végül. Ne vicceljük el a dolgot még egyszer, kérem. De ennél rosszabb nem történhet Magyarországgal, mint hogy elszigetelődik. Magyarország egy szűk belső piaccal rendelkező, de nyitott gazdaságország, hogyha állandóan a szembeszéllel hajózunk, mindenkit kioktatunk, a stílus, a hangnem ugye lassan elviselhetetlen Magyarországon. Ugye a tegnapi nap megint ha tegnap írtam volna, még azt is beleírtam volna, elképesztő dolog, hogy Magyarországon a fővárosi törvényszék épületében Magyarország miniszterelnöke, volt miniszterelnöke, konzekvencia nélkül leköphető. Igen, az tényleg érthetetlen, hogy nagyon jól lehet tudni, hát a bíróság is tudhatta, a rendőrség is, a hatóságok is, hogy itt balhé készül, az nem lehet, hogy szélsőségesek ne szállják meg a bíróságot, vagy a bíróság előtti... Én nem akarok az ügy konkrétságába belemenni, de én nyugodtan megtehetem, úgy gondolom, hogy erre fel kell készülni, ez a minimum. De nem, én csak azt mondom, megint nem egy szövetség vezetőjeként, hanem magyar állampolgárként, ilyen nem fordulhat elő. Nem. Most ezért van ez, úgy is, így is kezdem az írásomat, hogy romlik a kedvem. Na most tovább romlott. Igen. Tehát minden abba az irányba mutat, és akármilyen változás lesz, vagy lehet jövőre, akár úgy, hogy egy megújult mostani hatalom, vagy akár egy másik, nem látszik a kiút. Nem látszik, hogy van-e lehetőség egy olyan irányváltásra. Ugye én itt Ady Endrét idéztem az írásom végén, hogy találna itt boldog, erős, kacagó népet, de mondhattam volna egy másik Ady hasonlatot, ugye ami tőle származik, aztán felhasználták még könyvcímként is, a kompország hasonlatot. Ugye Magyarország valahol egy komp, ami két part között, hogy mondjam, hol ide, hol oda megy, most már el kellene dönteni, hogy ez a komp hol fog kikötni. Mert most 2013-ban ez nem látszik. De ráadásul, mintha a kormány is, nem is az országot, hanem saját magát ide-oda szállítaná át az egyik partról a másikra, és egyik helyen se köt ki. Ezt én Csiki-Csukinak apostrofáltam az írásomba, hogy igen, ezt játsszuk, hogy ide-oda, nem is nagyon tudjuk logikailag követni, hogy végül is minek hát pontosan mi a koka. Hétfőn a miniszterelnök lelkesen a parlamentben jelentette be, hogy egy dán gyógyászati segédeszközöket készítő gyár újabb beruházást hajt végre Magyarországon, nagyon üdvözlendő, és magyar gyárnak tekintette, és a mennybe menesztette, hogy milyen fantasztikus dolog. Nagyon helyesen tette. Így van. Meg stratégiai együttműködést, megállapodásokat köt nagy multikkal egyfelől. Másfelől meg bejelenti, hogy akkor a közmű szolgáltató cégeknek non-profittá kell válniuk, ami a világon nincsen, hát ez a cégek halála, és a közmű szolgáltatás halála is. Hát és ha visszatérünk akkor a pénzügyi szférához, hát azt is eléggé, hogy mondjam, elég számomra legalábbis furcsa hangnemben hangzik el, hogy a multinacionális pénzintézetekért további adóztatása továbbra is ilyen mértékben folyik. Tehát valóban megint azt mondom, ezt a csiki-csukit nehéz megérteni. És a banki veszteségeken azt mondta, hogy visszatérhetünk a pénzintézetek gazdasági eredményére, hogy már is mondta és korrektül mondta, hogy a tavalyi évben a Takarékbank, tehát az Erdő Bank, és a szektor egészében, már a Takarék Szövetkezetek összessége, nyereséges volt. Még nem látjuk a 3-4 éves Takarék Szövetkezeti adatokat és Takarékbank adatokat, van egy olyan félelmünk, hogy ebben az évben már nem lesz így. És a nagyon-nagyon rossz hír, hogy a multinacionális bankok vesztesége után most majd a hazai pénzügyek is átjönnek a veszteséges mesdjére. Nagyon rossz hír. Tehát én azt hiszem, hogy a Takarék Szövetkezetek nem akartam belekeverni, mert ugye azt mindig, hogy mondjam, érdekképviseleti vezetőként kellett azért az ügyért kiállnom. Itt, amit ebben az írásban leközöltem, igazából egy ilyen elkeseredett, szomorú, inkább azt mondanám, hogy érzelmi megnyilvánulás, hova vezet ez az út. Igazából ezt is tehettem volna. A vállalkozók, a munkáltatók biztos nem végzett közvéleménykutatás, de benyomásai, tapasztalatai vannak, hasonlóan érzékelik, mint ön? Hát én nem biztos, hogy az európai kitekintéssel egyetértenek velem, de az, hogy szkeptikusak. Mert ők versenytársként tekintenek nyilván, igen, az európai cégeknek. Igen, igen, igen. És nagyon sokfajta politikai irányzat van a mi szövetségünkben, hála a jó Istennek, ezért a VOSZ nem is csatlakozhat soha egyik párthoz sem, de azt a szkepszis, hát én engedem, szóval sokszor tartok vállalkozói fórumokat, évente 30-40-et.
Tehát én első kézből tudom azt, hogy mennyire szkeptikusak, mennyire, amiket én azért leírtam, hogy magas az adócentralizáció, hogy az adminisztráció, hogy nem hiszik el azokat a szlogeneket, amiket nagyon sokszor és gyakran hallunk. A címet is azért választottam, hogy megkérdezhetni, hogy miért az a címe ennek az írásnak, hogy a szomszédban Európa. Az azt jelenti, hogy akkor nem mi vagyunk, de még mellettünk van. Hát igen. A szomszédunk és a környező országokból egyre többen lesznek tagjai az Európa, és lettek tagjai az Európai Uniónak. Ha belegondol, gyakorlatilag néhány év múlva megérhetjük, meg van realitása, hogy Ukrajnán kívül minden szomszédunk Európa, akkor nekünk is annak kell maradni. Igen. Tehát ezt, ahogy mondjam, egy ilyen háborgó lelkületű közgazdász írása, ezért mondom, hogy ezért nincs odaírva, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének a főtitkára, ez egy itt élő embernek a benyomásai, a rengeteg tapasztalat, beszélgetés, fórum hozta ki belőlem, és azt gondolom, hogy nem baj az, hogyha ezt néhány, reményeim szerint néhány százezren olvassák, és ezt a beszélgetést most meg szintén néhány százezren hallgatják, hogy kételkedni kell, hogy merre megyünk, mert nem lehet világos tudni, hogy az irány hova megy. Hát illetve az embernek nagyon rossz benyomásai, tapasztalatai vannak, hogy rossz irányba megyünk, és ezért szólunk, hogy vigyázzat, megfordulni. Ennyi volt a szándékom, hogy nyilvánvalóan mások is érezhetik azt, amit én, esetleg nincs lehetőségük, hogy megírják az ország legnagyobb napilapjában. Én azt gondoltam, hogy nem akarok én ennél többet. Én ezt éreztem, és azt gondoltam, hogy ezt közölni szeretném nagyon sok honfitársamon, hogy én ezt látom. Akkor még egy dolgot, ez most itt az előzőekhez képest csak egy lábjegyzet, de a takarékszövetkezetekről szó volt itt az elmúlt percekben, és nekem föltűnt olyan két héttel ezelőtt talán, hogy a Magyar Fejlesztési Bank élére új vezetőket neveztek ki. Így van. Méghozzá, ez még hagyján, hát ilyen van, állami bank, azt neveznek ki, akarnak, rendben. Na de az egyikük a takarékszövetkezetek felügyelőbizottsági elnöke, ha jól emlékszem, a másik pedig az igazgatóság tagja. Ha az én emlékeim jók, akkor ennél rosszabb a helyzet. Még rosszabb? Mert az igazgatóság elnöke az egészet lemenedzselő államtitkár lett, és a felügyelőbizottság elnöke lett, ha jól emlékszem, az új MFB. De ezt mondtam, hogy felügyelőbizottsági elnök. Az IT-nek az igazgatóság elnöke, meg a lemenedzselő államtitkár lett. Tehát az állam még csak a kormány biztos odaültette. Nem, de egyébként nem baj, ha nem emlékszünk jól rá. De akkor világos. Ez olyan már, mintha a két állami bank teljesen összefonódna, személyileg is. Én nem a bankra mondanám, mert az túl enyhe kifejezés. Az állam ült be a takarékszövetkezetbe. A bank képében. És az akkor MFB képében. Az MFB, értem. Tehát az MFB foglalta el. Így van, de hát gyakorlatilag, hogy az MFB állami többségi tulajdonú bank szinte tiszte állami tulajdon van benne, innentől kezdve elmondhatjuk, hogy a takarékszövetkezetek vezetését akár az igazgatóság tekintetében, akár a felügyelőbizottság tekintetében, és folytatom tovább, akár az integrációs szervezet tekintetében, oda is állami embert neveztek ki, innentől kezdve gusba kötve táncolhatnak, mindaddig, míg ezt a többségi tulajdonrészt az állam tovább nem értékesíti. Most egyébként nagyon nem is tudnék önnek újabbat mondani ennél a takarékszövetkezetekről, mert ezt már végig is beszéltük, és már mindent tudunk, mindent lejátszott az állam, amit le akart játszani. Azt mondom, hogy az erőszakos kisajátításnak egy fejezete lezárult. Az Alkotmánybíróságra várunk. Itt most már, hogy mondjam, ha valami változhat, vagy valami javulhat, vagy valami új hír felmerülhet, az az lesz, hogy az Alkotmánybíróság foglalkozik ezzel a kérdéssel. Remélem minél gyorsabban annak érdekében, hogy a folyamatok ne legyenek visszafordíthatatlanok, és ne történjen meg az állami vagyonnak az értékesítése illetéktelen kezekbe. Mert ugye nagyon tartunk attól, hogy az értékesítés... Hogy ez lesz a végeredmény. Hogy nem társadalmi hasznossága lesz, hanem egy tőkés csoport, nekem is hagy szabad, hogy egyszer ezt a szót használunk, egy tőkés csoport lenyúlja a takarékszövetkezeti vagyont, ezt nagyon-nagyon nem szeretnénk. Ez csak az alkotmánybírósági döntés, hogyha nekünk ad igazat és elfogadja a mi érveinket, csak ezt tudja megállítani, más már nagyon nem. Köszönöm szépen, Dávid Ferenc. Viszont hallásra. Köszönöm szépen.